a vakáció felirat már teljes hosszában pompázik a táblán az iskolákban. A diákok ma töltötték az utolsó tanítási napjukat az intézményekben. Ilyenkor már főként a pihenésé és a játékos feladatoké a főszerep. A pedagógusok is igyekeznek az iskola utolsó napjaiban nem leterhelni a diákokat, ezért érdekes programokkal kedveskednek nekik. Az évzárásra mindenki már elfárad, mind a gyerekek is, és a pedagógusok is egyaránt, de azt gondolom, hogy megpróbáljuk az utolsó hetet még színesebbé varázsolni, különböző olyan foglalkozásokkal, játékos, szórakoztató napokat kreálva, amik mindenki számára egy kicsit a levezetésre tulajdonképpen az egész éves komoly megterhelést igényelő tanévnek. A tankönyvekre már nincs szükség a nyári szünetet megelőző utolsó tanítási napon, így a diákok rajzolgatnak, vagy éppen az osztályterem végében ülnek, és különböző játékokkal foglalják el magukat. Persze van már olyan diák is, aki csak arra tud gondolni, hogy mit fog csinálni a nyári szünetben. Sok tábor. Igazából barátokkal megyünk különböző helyekre, meg pihenünk. A nyolcadikos diákok utolsó tanítási napjukat gyakran vicces jelmezekbe, ruhákba öltözve töltik el a ballagási próbák mellett. A tanév végeztével a diákok megkapják az igazgatói dicséreteket, a jutalmakat az egész éves kitartó munkájukért és a versenyeken elért sikereikért.